lenéznek bennünket. Bizony lenéznek bennünket, mint hát ezek a kelet-európaiak, akik tartják a markukat, és ezekkel bármit lehet csinálni. És nekem ez nagyon nem tetszik. Amit ön említett, ez a bátorság például, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy rengetegen azt hiszik, hogy ha valamit csinálnak, akkor rögtön valamilyen olyan retorzió éri őket, hogy jobb, hogyha nem hozzá se kezdenek. Én rengetegszer azt láttam, hogy mindenki, amikor meglátott valamit, hogy ezt leírtam, hú, ebből milyen balhé lesz, milyen, és semmilyen balhé nem volt. Úgyhogy, ha volt persze egy csomóból, igen, de meg kell próbálni, mert sokkal könnyebb leírni valamit, mint ahogy azt elképzeljük, vagy sokkal könnyebb csinálni valamit bátran, és nem feltétlenül lesz retorzió. Stúdióban köszöntöm Bayer Zsoltot és Gajdi Csottot. Szervusztok, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét! Az imént látott filmforgatásában Fogel Frigyes néhány hónappal ezelőtt kezdett bele, ugye egy Lovas Istvánról szóló életrajzi filmről van szó. Megállapodtak akkor, hogy a választások után folytatják majd ezt a forgatást, és akkor István azt mondta, hogy Fogel úr, rólam az életemről soha nem készült még film, így nem maradna mögöttem semmi, amikor meghalok, ezért nagyon örülnék annak, ha sikerülne ezt megcsinálnunk. Nem sikerült. Épp a ma reggel keresett meg Fogel Frigyes e-mailben, hogy beszámoljon arról, hogy van ez a film, és akkor mondtam neki, hogy jó lenne, hogyha ezt bemutatnánk, akár félkészen is. Tudom, hogy azóta már válaszolt, még nem olvastam el, hogy mit írt, de fenntartom, hogy jó lenne, ha bemutatnánk. Amúgy pedig a Pistáról itt marad minden. Ezt akartam mondani, hogy ritkán tévedett a Pista, de ebben az egyben igen, hiszen azt még csak költői túlzásnak sem nevezném, hogy nem marad utána semmi, mert ha csak azt nézem, hogy ma megtörve fájdalomtól kikarikásodott szemmel, de hányan jöttek oda hozzám elmesélni csak a legjellemzőbb, csak a legjellegzetesebb anekdotát, ami Pityó és közte megtörtént, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan viszik tovább azt a szellemiséget, amit ő képvisel. Nem véletlenül választottuk ezt a részletet ebből a félig kész filmből, ugye a bátorságról beszél István. Olyan volt, mint egy üzenne az utána jövő újságíró generációknak. Mi az, amiben szerintetek ő leginkább példát mutatott? Amikor 2001-ben megkeresett engem, hogy az ATV-n elindítana egy sajtóklub című műsort, és hogy arra gondolt, hogy én lennék abban az egyik állandó szereplő. Először is azt sem tudtam, hogy hova üljek a megtiszteltetéstől és a csodálkozástól. És aztán elindult az a műsor, és állandó balhék és botrányok kísérték, és én nagyon sokszor és gyakran megijedtem, és azt mondtam, hogy én ezt az egészet abba hagyom. És akkor mindig azt mondta nekem, hogy hát, hogy mi nem ijedhetünk meg. Ehhez hozzátéve, amikor először dolgoztunk úgy együtt, hogy egymásra voltunk utalva, akkor egy nagyon furcsa jelenségre lettem figyelmes, rendszeresen készített ilyen sajtószemlét külföldi lapokból a Magyar Nemzetbe. És hát volt, amikor hosszabb volt, mint kellett, volt, amikor volt benne olyan mondat, amit nem kellett volna, soha nem mert hozzányúlni senki. És ezt egyszerűen nem értettem, és mondtam a kollégáknak, hogy de hát hívjátok föl, beszéljétek meg vele. Ők nem hívják föl, hívjam föl én. És kérdeztem, hogy de miért? És akkor derült ki számomra, hogy Istvánról valami olyan kép él az emberekben, akik csak úgy felszínesen ismerik néhány megnyilvánulásából, hogy na hát ővel aztán beszélni sem lehet.
És akkor én felhívtam ezt az embert, és mondtam, hogy de figyelj István, hát 5 sorra hosszabb, mit csináljunk? Ottókám, hogy, hát húzd meg! És akkor én sem büszkének éreztem magam, hogy én vagyok az, aki a Lovas Pityut gondolkodás nélkül meghúzhatja, és mindig el is fogadta, ha valami olyasmit mondtam neki, hogy hagyjuk ki, vagy írjuk bele. Ez nagyon fontos, amit mondtál, Otto, mert hogy ugye sokan ismerjük Lovas István munkásságát, sőt, egy ország figyelte, illetve várta már reggel az ő sajtószemlét, az írásait évtizedeken keresztül, de azt kevesen mondhatják el magukról, hogy Lovas István a barátjuk volt. Zsolt, milyen volt magánemberként az István? Milyen volt barátként? Egy 2 méteres, 120 kilós színizom terminátor volt, akiben volt egy akkora szív, meg egy akkora lélek, amekkora nincs is. És csak egy pillanatra vissza utalva arra, amit Otto mondott, hogy Pistában nem a mérete, meg a bátorsága volt ám a legfélelmetesebb a túloldalnak, hanem az, hogy mindig igaza volt. És az a félelmetes precizitás, hogy itt van ez az életmű, mögötte szerintem 2-szer, hogyha valami helyreigazítást kellett miatta eszközölni. Pontos volt, precíz volt, kérlelhetetlen volt. 5 nyelven beszélt anyanyelvi szinten, 4-en meg csak úgy. Ki fogja ezt utána csinálni, kérdezem én. És közben mondom, az ember leült vele egy üveg bor mellé, hogy mit össze lehetett vele röhögni. És hogy mekkora szíve volt ennek az embernek. Egy nagy maci volt. Hagyj mondjak el egy anekdotát, mert hogy már a mi barátságunk odáig fajult, hogy ma anekdotáink is voltak. És ez azért nagyon fontos, mert tudom, hogy most ott fönt ő is azt mondaná, hogy ne búsuljatok itt, meg ne szomorkodjatok, hát nincs semmi gond. Szóval a lényeg az, hogy az ő esendősége az nagyon fontos, mert akkor látjuk, hogy mennyire ember volt. Elindultunk Kínába egy delegáció, egy küldöttség tagjaként, és azelőtt nagyon sokáig nem találkoztunk személyesen, nem tudtunk egy jót dumálni. Tudtunk egymásról, tudtuk, hogy mi barátok vagyunk, de valahogy úgy hozta a sors, hogy nem tudtunk beszélni. És míg vártuk az átszálláskor a gép indulását, belemélyedtünk, és mindent meg akartunk beszélni, mert addig elmaradt. És nem vettük észre, hogy közben elszáll a repülőgép. És akkor az István rettenetesen ideges lett. De hogy mennyire jól ki tudtuk egészíteni egymást, én úgy vagyok ilyenkor, hogy amíg meg nem oldottuk a problémát, rajtam nem látszik. Így aztán ő volt a nyelv, és ő vele meg tudtuk azt beszélni, hogy jó, akkor nem Kantonba megyünk, hanem Hongkongba, és átirattuk a jegyet, és átpakoltattuk a cuccunkat, és még a delegáció vezetővel is megbeszéltük, hogy a költségeit is fedezik ennek a kis malőrnek, és amikor úgy minden rendben volt, akkor én összezuttyantam, és néztem, meredtem magam elé, hogy atya, úristen, itt vagyunk, számkivetve a világ egy pontján, azt se tudjuk, hogy mi lesz velünk, és akkor viszont már ő mondta azt, hogy hát most már ne busulj, most már gyere, eszünk egy lazaclevest. Úgyhogy szenzációs ember volt, és aki megadatott azt, hogy ilyen közel tudja hozzá kerülni, az azt hiszem úgy tette előtt az emlékeiben, hogy mindig tud meríteni erőt belőle. Ugye tegnap a sajtóklub felvétel alatt végigvártátok, hogy majd betoppan, hogy majd megérkezik, lehet, hogy csak késik. Mikor és hogyan tudtad meg, Zsolt, hogy mi történt? Röviden megosztottad egyébként már ugye a blogodon. Igen, hát Otto is tudja, mindannyian tudjuk, hogy a végtelen precizitásához az is hozzátartozott. Ő vörkoholik volt, hogy ilyen modern szót mondjak, munkamániás. És az, hogy ő egy munkát nem csinál meg időre, vagy nem jelenik meg, az konkrétan elképzelhetetlen. Reggel nem érkezett meg a sajtószemléje, ugye. Se a Magyar Időkhöz, se ide az Echo TV-be. Csak mennyire jellemző, hogy ő volt az az ember, akivel kapcsolatban föl sem merült az a változat, hogy a Pistával baj van. Tehát, hogy meghalhatott. Mindenki mindenre gondolt. Egész nap kerestük telefonon, nem vette föl. Ezzel az Ungár Péter botrányra gondoltunk, hogy Pista biztos besokalt,
elvonult, tojik a világra, volt már ilyen, de mondjuk azért az gyanús lehetett volna, hogy tényleg volt már ilyen, de a melót azt meg szokta csinálni. És amikor nem jött be a felvételre, mi a felvétel után az Andrással és a Gergővel álltunk innen a folyosón, és azt mondtuk dühösen, hogy egy felmentés van a Pistának, ha meghalt. És persze ezzel röhögtünk, mert annyira... Na ez volt az, ami nem volt benne a pakliban. És hát este tudtuk meg, hogy van felmentése. És este beszéltem a Katival, a feleségével, és ő mondta, hogy azért ez olyan, azt kell mondjam, hogy mély szimbólum a halála. A Kati ott találta a számítógépe. Rábukott a feje a klaviatúrára, mintha azt mondta volna, hogy már eleget írtam a kezemmel, most már van olyan modern technika, tessék a gépnek átvenni a gondolataimat, és csak ontani a szövegeket, és hagyjon engem békén ez az egész. Az a szó hangzott el, vagy íródott le az ő halála kapcsán legtöbbször, hogy pótolhatatlan. Hogy ki fog most olyan külföldi szemléket csinálni, mint ő, ki fog úgy tudósítani a külföldön történtekről, mint ő, ki fog nem polkorrekten, hanem valósághűen tájékoztatni. És ki fog 9 nyelven újságot olvasni, és elkészíteni mindent napra készen. Igen, Kati, Andi, senki se fog. Ez az ember, egyébként persze minden ember egyszeri és megismételhetetlen, tudjuk ezt a költészetünkből is, de ő nagyon egyszerű és nagyon megismételhetetlen volt. Senki sem fog tudni a helyére állni. Sem felkészültségben, sem tudásban, sem nyelvtudásban, sem pontosságban, talán még bátorságban sem. Ma sokan emlékeztek meg róla, és ott te is mondtad, hogy leginkább mindenki anekdotákat mesél Istvánnal kapcsolatban, és nem osztom meg a nevet sem a körülményeket, mert nem kaptam rá felhatalmazást, de a Facebookon olvastam egy személyes történetet, egy kolléganője osztotta meg róla. Egy erdélyi interjú kapcsán, talán az egyik interjú, két interjúról volt szó, az egyik a Magyar Nemzetben jelent meg, a másik egy másik sajtóorgánumban, és óriási vihart kavart ez a két interjú, és nagy botrány volt belőle, és ezt a kolléganőt elő is vették. És amikor erről panaszkodott az Istvánnak, akkor az István átölelte őt, és csak annyit mondott neki, hogy akkor jól dolgoztunk. Uh-huh. Most halva, látva az ő halála kapcsán a kommenteket, a gyalászkodást is sokszor, mert hogy ez is éri őt, még most is. Jól élt István szerintetek? Jól dolgozott? Az az igazság, hogy soha nem ezt tette meg mércéül, fokmérőül, hogy ki mit szól hozzá. Neki volt egy rettenetesen szilárd, és ahogy a Zsolt fogalmazott, megingathatatlan igazsága, és ő ezt kereste folyamatosan. És addig ment, mint a buldog, ameddig azt meg nem találta. Az újságírás buktatóiról itt most nem akarok sokat beszélni, de bizony van úgy, hogy az ember tudja, hogy igaza van, csak nem talál hozzá bizonyítékot. Mi mégsem nyomozó hatóság vagyunk, egy csomó esetben korlátosak a lehetőségeink. De akkor ő fölhívott engem, és azt kérte, hogy szóljak a bűnügyi tudósítónak, nézzem már ő utána, neki hát, ha van olyan kapcsolatrendszere, őt egy-két morzsa érdekli csak, abból ő már tovább tud haladni. És akkor szóltunk a bűnügyi tudósítónak, az kikereste neki, amire szüksége volt, és akkor ő ment tovább. És megőríthette mindazokat, akik őt ellenségnek tekintették, hogy valóban az, amikor már ő leírta, bármilyen karcos volt, bármilyen kegyetlen volt, bármekkora botrányt kavart, de nagyon nehéz volt belekötni. Ez a dolog egyik része, a másik a kérdésedre válaszolva, hogy jól élte, nem élt jól. Az az ember, aki folyamatosan harcban áll, az biztos, hogy nem él jól. És az a csoda, hogy ő eddig élt. Egyedül volt, magányos volt, harcos volt. Éppen tegnap elő is vettem György Attila barátom harcosok könyvét, pont Pistára emlékezvén. Olvastam belőle passzusokat,
Igen, ő harcos ember volt, és a harcos az mindig magányos, és mindig egyedül van. Hiába veszi körül asszony, gyerek. Ez az ember egyedül volt, és valószínűleg... ugye az volt benne a fantasztikus, mondom még egyszer, hogy jó társaság volt. Mindent lehetett vele. Röhögni, szórakozni, bulizni, kirándulni, komolyan beszélgetni, piálni, mindent lehetett. De valószínűleg 24 órán keresztül befele emésztette magát. És biztos, hogy ez vitte el. Zsolt, Ottó, köszönöm, hogy itt voltatok.